Fogyasztóvédelem egy nagyon összetett jogterület, és igazából egy nagyon érzékletes és mindannyiunk számára megfogható kérdéskör, hiszen a mindennapok során sokszor fogyasztók vagyunk, és mindig vannak olyan hiányosságok, olyan sérelmek, amelyeket utána valahogy szeretnénk orvosolni. Ennek a kivédésére szolgál a fogyasztóvédelem rendszere, ami egy nagyon összetett kérdéskör. Én ezen belül a közigazgatási jogi, közjogi vonulatot vizsgáltam az elmúlt években. Közelebbről azt, hogy egyáltalán mik azok a fogyasztói alapjogok, amelyek megilletnek minden fogyasztót a fogyasztói szerződés alapján, illetőleg, hogy hogyan működik az az intézményi rendszer, illetőleg az a jogérvényesítési rendszer, amely keretei között a fogyasztót megpróbálja az állam megvédeni a vállalkozásokkal szemben. Alapvetően három kérdéskört próbáltam megvizsgálni, és három blokkra koncentráltam a kutatás során. Az első az a fogyasztói jogok, a fogyasztói alapvető jogok kérdésköre volt. Itt vizsgáltam azt, hogy alkotmányi szinten a különböző államok, illetőleg Magyarország, miként szabályozzák a különböző fogyasztói jogokat, és azokat az érdekeket, értékeket, amelyek a fogyasztók számára fontosak lehetnek, és ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, illetőleg a magyar szabályozásban. Emellett vizsgáltam azt, hogy ezek a jogok hogyan tudnak megvalósulni. Hogyan néz ki az a szervezetrendszer, amely ezeket a jogokat realizálni tudja. A harmadik kérdéskör pedig a jogérvényesítési rendszer volt. A fogyasztóvédelem területén a fogyasztó hátrányos helyzetbe kerül a szolgáltatókkal szemben, és ezeknek a sérelmeknek valamilyen módon orvoslást kell szerezni. Vizsgáltam tehát azt, hogy a magyar jogérvényesítési rendszer hogyan működik, és hogy mik azok a pontok, ahol jobbá lehet tenni a magyar rendszert, működőképesebbé lehet tenni ezeket az intézményeket. Ez egy vegyes terület. Polgári jog, büntetőjog, közigazgatási jog is érinti, nyilván más-másképpen közelítenek hozzá. Nekem közjogászként, közigazgatási jogászként ez egy nagyon érdekes kihívás, hogy ugyanazokhoz az intézményekhez hogyan tud közelíteni egy magánjogi szemléletmód, és hogyan tud egy közjogi szemléletmód közelíteni.